Meglepődhettek azok a vásárlók, akik kedden délelőtt kilátogattak a szabadkai tejpiacra. Egyes hentes üzletekben ugyanis a darált húsára a korábbi 400-ról 500 dinárra emelkedett. A szabadkai tejpiacon működő hentes üzletek többségében megerősítették a sertéshús árának emelkedését. 10 nap alatt 100-150 dinárral nőtt az ár, várható még további növekedés, ezáltal pedig a kereslet is csökkenni fog a sertéshús iránt. A vásárlók többsége hallotta a drágulás hírét, a keddi vásárláskor pedig meg is tapasztalhatta azt. Így is a csontot is alig bírjuk némikor megvenni, nem a kitő a nyugdíj kevés, úgyhogy gyógyszereket veszek az mellé még, hogy ne mondjam. Sajnálom, hogy drágul, mivel a nyugdíjak azért nem nagyon bírják, de hát jó van, egyedül vagyok, valahogy kibírom. Megvesszük, mert muszáj. Hát viseljünk kevesebbet is kész. Az árak emelkedése folyamatos lesz, vannak olyan üzletek, ahol még nem 50%-os a drágulás. Én azt hiszem, hogy 30%-a, ha jól láttam. Mert most gyorsan mentem körülnézni, hogy mit vegyek, mi olcsóbb, de sajnos meglepett. Egy szabadkai külvárosi hentes üzletben még nem drágultak a termékek. Hozzátették azonban, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz az árak emelése. Cene se menjaju drastično, zato što jednostavno stočni fond je bukvalno uništen i nema se, mi imamo našu sirovinu, ali velika oskudica, nestašica mesa svinjskoga i zato poskupljuje meso. A Szabadka környéki sertéstenyésztők is alátámasztották a hentesek véleményét, miszerint nem éri meg sertéssel foglalkozni az alacsony ár, valamint az állami támogatások hiánya miatt. Sokan felszámolják állatállományukat. Az élő disznó kilogrammonkénti ára korábban 120-130 dinár körül mozgott, most azonban a 170 dinárt is eléri. Ennek ellenére bizonytalanok a tenyésztők. Az az ár, ami előtte volt, hogy tudjuk, hogy 100 dinár körül fizették kilóját a kész sertésnek, és hát az nagyon kevés, az nem fedi abszolút a költségeket. És a nép azt lassan kiirtogatta az anyakocákat, hogy malac se nincsen. Most a malac nem kell senki, mert senki nem akar hízlani. Mert még relatív jó áron el lehet adni a kukoricát, akkor jó, hogy nem érteti föl, mert aztán a végén nem tudja 5 hónap múlva, hogy mi fog történni, hogy lefelé megy, vagy fölfelé megy. Mert itt ez az ilyen árak, ezt valaki szerintem manipulás, hanem a piacnak a törvénye szerint működik. A sertés árának ingadozását befolyásolja a külföldről behozott sertéshús is. A külföldi sokszor kevésbé minőséges hús olcsóbb, így a helyi vágóhidak és tenyésztők nem tudják felvenni a versenyt vele. Az általunk megkérdezett sertéstenyésztők elmondták, megoldást jelentene, ha az állam korlátozná a külföldi hús behozatalát, ezzel pedig helyzetbe hozhatná a helyi termelőket. Arról, hogy a kormány tervezi-e korlátozni a behozatalt, egyelőre nincsenek információk.